Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebook oldalán jelentette be a január 1-től használt lakásokra elérhető otthonfelújítási támogatás részleteit. A magyar közönyben megjelent kormányrendeletben a részletszabályok is tisztázottak. 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás lesz elérhető a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő családok számára saját otthonuk felújítására. Az összeg egy lakás felújítás költségeinek legalább 50%-át teheti ki. A gyermek már a várandóság 12. hetétől számít, tehát már amikor a kismama várja a gyermeket, akkor is élhetnek ezzel a lehetőséggel, és egészen a gyermek 25 éves koráig, hogyha együtt él a családdal ez a gyermek. A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket. Hogyha a gyermek megváltozott munkaképességű, akár fogyatékkal él, vagy gyodra jogosítja a szüleit, akkor nem számít az életkor, tehát akár felnőtt korban is ezután a gyermek után igényelni tudják az otthonfelújítási támogatást. Ebben az esetben a 25 éves életkorral nem kell számolni. Az egyszülős családok is igénybe vehetik az otthonfelújítási programot, függetlenül attól, hogy hány gyermeket nevelnek, tehát akár egy gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő édesanya vagy édesapa. Nem kötelező kihasználni a maximális támogatási összeget, ha kisebb beruházásokra van csak szükség. Az otthonfelújítási támogatás összege széles körű munkálatok elvégzésére ad lehetőséget. Az igénylőknek együttesen legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie az adott ingatlanban. Emellett az igénylés pillanatában legalább egy éve már a felújításra váró épületben kell lakniuk. A szülőkre vonatkozó feltételeknél a legfontosabb, hogy legalább egy éves évi jogviszonyt kell igazolni, amiben legfeljebb 30 nap megszakítás lehet összesen. Emellett az elmúlt hónapokra vonatkozóan az álláskeresési járadék is beleszámít ebbe a TB jogviszonyba, ezért kifejezetten a koronavírus gazdasági hatásai miatt kerülhetett be a rendeletbe. Az is fontos feltétel még a szülőkre vonatkozóan, hogy nem lehet köztartozásuk. Kifejezetten jól járhat a bank360.hu elemzője szerint, akinek a lakásfelújítási támogatás időszakában jár le a lakástakarék szerződése. A pénzügyi szakportál elemzője szerint ugyanis a következő két évben közel 4 millió forint állami támogatást is felhasználhat az, aki lakásfelújítás előtt áll. Ehhez nem kell más tenni, mint kombinálni a januárban induló lakásfelújítási támogatást és a lejáró lakástakarék szerződést. Az állami támogatás 2018-as megszüntetése előtt kötött szerződésekre ugyanis 30% állami támogatás vehető igénybe, és a szerződések egy része a mai napig érvényben van. Ha azonban a lakásfelújítási támogatást kombináljuk a csokkal, akkor a rendelet egyértelműen tiltja, hogy ugyanazzal a számlával kétszer számoljunk el. Ezt az államkincstárnál ellenőrizni fogják. Ha valaki jogosulatlanul veszi igénybe valamelyik állami támogatást, akkor kamattal terhelve kell visszafizetnie az igényelt összeget.